összes többi Orbán Viktor sem hoz meg egyetlen döntés sem. Az, hogy őről azt írja a New York Times, hogy ez, hogy nézzük meg ötöt a kedvenc írásainkból Orbán Viktorról, Magyarország visszatérő szélső jobboldali vezetőjéről, az nem fedi a valóságot szerintem, hogy ő az-e vagy nem. Én nem akarom védeni, mert nem hiszem, hogy rászorul, meg nem is igazából érdekel, hanem ami érdekesebb, az szerintem az, hogy ez az a kép, ami kialakul róla, illetve erről az országról a médiában is, az által ugye az emberekben. Szóval azok, akik követik az eseményeket, ebből le tudnak vonni bizonyos következtetéseket, hogyha akarnak, olyan értelemben, hogy mi az, ami várható. Aki utálja ezeket az embereket, az nem érti, hogy mi van. Aki szídja Orbán Viktort, azon túl, hogy egy idióta, vagy hogy egy bohóc, vagy egy bábú, vagy egy ilyesmi, azon kívül az nem érti a valóságot. Úgy értem, hogy ha valaki komolyan veszi azt, hogy bármit is vált, hogy mondjam, ő egy bábú, rajta egy saktáblán, igazából teljesen mindegy, hogy mi az, amit ő magyaráz, vagy mi az, amit ő akar, vagy mi lenne az ő gondolata, őt mozgatja az, aki játsza, aki irányítja a játékot. Van két oldal, aki küzd egymással, de mind a két oldalt irányítja valaki. És a helyzet az, hogy aki irányítja az egész világot, az az, aki meghozza ezeket a döntéseket. Úgyhogy nekünk fölösleges azon izgulni, hogy Orbán Viktor, vagy mit tudom én, kicsoda, ez vagy az. Ez egy játék, ahol egy csoport irányítja mind a két oldalt. A legtöbben ebben a paraszt sorban foglalunk helyet. Ezért van kitalálva egyébként a sakk. A sakk ennek a reprezentációja, ami történik a világban. Elől állnak a parasztok, fogalmuk nincs róla, hogy mi az, ami történik. Csak mennek bele a vakvilágba. Azután vannak a különböző értékű bábuk, amelyek szintén helyet foglalnak a játékban, meg aminek megvan a megfelelő hatásköre, meg értéke attól függően, hogy mekkora kárt tud okozni. Gyakorlatilag még ez is ugyanúgy működik, ahogyan a valóságban. Attól függően, hogy mekkora kárt tud okozni egy-egy ilyen ember, annyira megnő a hatalma. Pontosan úgy, ahogy a játékban. Aztán ott van a király, a királynő, aki a legfontosabb, és akkor így szépen haladunk afelé, a hierarchián felfelé, ahogyan a világban is ez van, ezért hasonlítják a sakkhoz magát a világot. Én nem azt mondom, hogy sajnálom, hát minek sajnálnám, hát annyi pénzt összeloptak, hogy azt nem lehet visszafizetni 10 000 év alatt. Olyan értelemben nem szídnám, hogy most, mit tudom én, eljátsz a szerepét, ugyan nem változtat a dolgon, hogy melyik van ott. Így is, úgy is lopna az összes többi, de nem is a lopással van a probléma igazából, hanem az emberek félrevezetésén, mindazon a hazugságon, meg csaláson, meg rabláson, meg az emberek tönkretételén, amiben ők részt vesznek. Viszont a helyzet az a másik oldala, hogy igazából nem tud mit csinálni. Nincsen semmiféle hatásköre, amivel ő végrehajt egy utasítást, ami úgy tűnik, hogy az ő döntése. Ez jön az európai demokrata párttól, gondolom, az meg az EU vezetőjétől, az meg jön a Bilderberg csoporttól, vagy a római klubtól, vagy az összes többitől, az meg megy följebb és följebb és följebb, de igazából neki mindegy, hogy szerintem őt nem érdekli, hogy ki az, aki neki adja a döntést. Ő megkapta azt, ami neki kell, a többi meg őt nem érdekli. De mondom, úgy szídni, mint ahogy látom embereket, hogy mocskos így, meg hogy úgy, meg amúgy, meg nincs semmi jelentősége annak, hogy mit csinál. Ezt a világot nem lehet megváltoztatni. Nem tudom, hogy ez mikor fog leesni az embereknek, vagy egyáltalán a legtöbb embernek le fog-e esni, de úgy szerintem soha. Ezt a világot nem lehet megváltoztatni. Teljesen mindegy, hogy akárhogy is próbálja az ember a fejét tetejére is állhat mindenki, akkor sem fog megváltozni. Úgyis az lesz, amit akarnak. Ez amúgy BBC arról beszél, hogy a magyarországi jobboldali miniszterelnök Orbán Viktor hatalmas győzelmet aratott a vasárnapi elnök választáson. És ez már a harmadik ciklus, ahol nyernek. Amit mondtak, hogy ahányan elmentek, én kizártnak tartom, hogy bár nem tudom. Azt nem tudom, hogy milyen szinten állnak az emberek Magyarországon így agyilag, hogy egyáltalán van-e mondjuk 75% aki
elmegy szavazni, én nem tudom. Az egy szomorú, szomorú szituáció, ha ennyi ember tényleg még mindig elment, de amúgy nem is tartom kizártnak. Amilyen szinten a világ tart, meg ahogy így mennek a dolgok az életben, hát egyébként ugyanezt írja mindenki erről a jobboldali dologról, mármint Orbánnal kapcsolatban. Szóval ezt csak azért akartam megmutatni, hogy ez egy olyan pont, amit nem lehet megkerülni, hogyha Magyarországról van szó. Így az egész országot így fogják majd jellemezni, vagy így karakterizálják, hogy szélső jobb oldali, hiszen a miniszterelnöke az. Hogy ez hova fog vezetni, azt nem tudom. Igazából bele sem mennék ilyen jóslásokba, hogy most mi lesz az EU sorsa, vagy összességében véve, hogy fogják létrehozni azt a kormányt, ami a világot fogja uralni, de ha most arra a megérzésre gondolok, ami benne van a gondolatomban, akkor szerintem az EU sem fogja tudni túlélni, bár ez evidens. Meg semmi. Semmiféle szövetség, semmiféle csoportosulás, vagy eszmerendszer, vallás, semmi nem fogja túlélni azt, ami következik. Az egész világot újra fogják generálni a legaljáról. Abban az időszakban, ami most következik, minden el fog pusztulni, kivétel nélkül, és újra fogják az egészet építeni. Ez az, amire az egész játék kimegy. Nem leszek azok a mozgalmak, amik ma működnek, nem lesz ekkora fajta, semmi nem lesz, ami ma van. Semmi az égvilágon semmi. Egy gondolat lesz, egy útvonal, egy irányvonal, egy vezető, egy vallás, egy pénznem, egy gazdaság, egy hatalmas ország, ahol mindenki azt csinálja, amit a többi. Mindenki ugyanazt fogja csinálni. Végül is majd, hogy nem. Igazából ma is mindenki azt csinálja, amit ők akarnak, csak akkor nem lesz ekkora választási lehetőség az embereknek. Ez a különbség, ami az új világrendben lesz. És szerintem ez, és nem azt, hogy szerintem, hanem biztos vagyok benne, hogy ehhez le kell rombolni mindazt, ami van. És azzal, hogy valaki azt gondolja, hogy mikor azt mondja, hogy jaj, a katolikusok molesztálják a gyereket, hogy ezt csinálják, azt csinálják, csak az ő kezükre játszik. Ezt akarták, hogy ezt higgyék az emberek. Persze így is van. Ettől függetlenül még ez csak jó azoknak, akik a világot irányítják, hiszen a világot, akik irányítják, azt akarják, hogy az emberek utálják a katolikust, a keresztényt, az iszlámot, utálnak mindent. A jobb oldalt, a bal oldalt, a magyarokat, az oroszokat, mindenkit. És akkor egyszerű lesz majd egy újat kreálni. Azt mondani, hogy ez egy másik rendszer. Ez egy olyan, amiben nem lesz ilyen. Amiben ez nem fog előfordulni, mert mi más rendszer fogunk bevezetni, és ez lesz az, amit szerintem az új világrend istene összefoglal nagyszerűen. Legalábbis ez az én elképzelésem arról, ahogyan ez valószínűleg megvalósulhat. Vagy valószínűleg meg fog valósulni. Nem mondom, hogy úgy lesz, de valahogy úgy gondolom, hogy a technológiának, a mesterséges intelligenciának valamilyen szerepe lesz benne, és szerintem ezt nem nehéz elképzelni. Az, amit gondolnak most, hogy majd megjelenik egy férfi, vagy egy nő, vagy egy akármi, és az lesz az Antikrisztus, és akkor így, úgy, amúgy. Szerintem annál azért ez egy kicsit összetettebb lesz. Hogy nekünk milyen szerepünk lesz ennek az országnak, nem tudom. Hogyha csak a nagyságából gondolkodom, akkor nem sok. Most, hogyha a földrajzi elhelyezkedését nézzük, akkor esetleg, de én ezen nem is izgulnék. Vagy hogy mondjam, ha valaki még ott tart, hogy ő izgul ezen a dolgon, hogy mi lesz a világgal, akkor az onnan még egy hosszú út vezet az igazságig, de az a lényeg, hogy rajta legyen mindenki az úton. Ha valakinek kérdése van, vagy bármi olyan dolog, amit szeretne megtárgyalni, vagy megosztani a többiekkel, akkor küldje el az infóba a csatornán egy e-mailben, vagy egy üzenetben, mert akkor ott meg tudom osztani, ha valakinek van valami olyan hír, ami úgy gondolja, hogy érdekes lehet az emberek számára, akkor küldje el. Csak így ne ömleszen ilyen tucatjával ezeket a dolgokat. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, halleluja, és találkozunk szombat este 7-kor a Yahoo útján, illetve egy hét múlva ugyanitt. Mindenkinek a legjobbakat, és Shalom!
Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.